Jöjjön a következő vlog egy egész kalandos utazásról, autóval egyenesen Albániába, és annak is a déli részére. Én is ti vagyok, és ez a Mi is utazunk vlog. No, a kalandot nem egészen egy akciófilmhez kell hasonlítani, hanem ahhoz, hogy inkább mennyire más világ még az a vidék, és hogy milyen utakon kellett kocsikázni. Albániát egy ideje már mindenhol elkezdték reklámozni, főleg TikTokon, Instagramon, mégpedig azzal, hogyha szépet akarunk látni és felfedezetlent, akkor oda kell menni. Ez mind igaz, és a Wizzair gondolta ki is használja ezt az igényt, mert akkor tájt júniusra bőven 100 ezer forint felett volt a repjegy, bőröndről, meg még autóbérlésről ne is beszéljünk. Osztottunk, szoroztunk, és saját autóval olcsóbb volt leautazni, Bosznián és Montenegron keresztül. Persze azért meg megálltunk útközben, de ez majd egy későbbi videó. Szamir Albánia a legnépszerűbb üdülővárosa. A fehér homokos tengerpartok és a tiszta víz miatt úgy érezhetnénk, hogy akár a Maldív-szigeteken vagy Tájföldön lennénk. Június elején, még az előszezonban nem nagyon volt tömeg vagy nagy autóforgalom, de néha azért felbukkan a neten egy-két videó, hogy a népszerűsége miatt Szamirban mire lehet számítani. Mindezt félretéve, Szamirnak rengeteg jó strandja van. A legnépszerűbb és a legközpontibb a Plázsik Szamirit. Itt két nap ágy és egy napernyő nekünk 1000 lekbe került, ami körülbelül 3600 forint. Persze itt is vannak rendesen mindenféle árusok, akik jönnek, mennek az emberek között, de abszolút biztonságos volt minden, és simán ott hagyhattuk a cuccainkat a napágyak alatt. Egy másik nagyon népszerű strand a Bora Bora Beach. Itt ugyanaz a két napágy, egy napernyő kombináció 2000 lekbe kerül. Az egyéb árak, mint mondjuk egy vacsi, már kezdi felvenni a versenyt a nyugati barátainkkal, de még mindig olcsóbb volt minden, mint mondjuk Magyarországon. Mivel itt szinte mindenki a turizmusból él, egész jól tudnak az emberek angolul és németül is. Lehúzással vagy átveréssel mi egyáltalán nem találkoztunk. Naplemente után a tengerparti bárok diszkókká alakulnak át, mint mondjuk Budvában. A hangerőt pedig mindegyik maxra tolja, az összes max hangerő pedig egy helyre gyűlik össze.
A Blue Eye, azaz a kék szemforrás Albánia déli részén, Xamiltól nem messze egy Muzsire nevű településhez közel található. A Bistrice folyó forrása, amely a Jón-tengerben végződik Sarandánál. Eddig a búvárok 50 méterig tudtak leereszkedni a forrásban, és még mindig nem tudni, milyen mély valójában ez a kasztforrás. Érdekessége, hogy 2004-ben egy rövid ideig teljesen kiszáradt. Szóval, hogyha nem szervezett kirándulás keretében néznétek meg a Blue Eye-t, akkor a Google térképen szépen ki van jelölve a Blue Eye-nek a parkolóhelye. 3 óra körülbelül 200 lekbe kerül, ami 2 euró. 2 euró. Innen körülbelül 2 kilométer maga a Blue Eye, a belépő pedig 50 lek, ami 180 forint. A fizetésnél a bácsi nem írta fel a serendszámot, se semmit nem tudunk arról, hogy most akkor felírta-e, hogy tényleg mi parkolunk az autóval, vagy csak így számszerűsítve nézik a parkoló autókat, de majd megtudjuk, hogy kijutunk-e vagy sem. Kijutottunk. Egyelőre még senki nem fut utánunk, vagy nem lőnek ránk valamelyik hegyoldalból, vagy nem jön utánunk a rendőrség, úgyhogy folytassuk az utunkat Derby felé. Mondjuk ez nagyon olcsó poén volt, mert a helyiek nagyon-nagyon kedvesek, segítőkészek és barátságosak. Csak kicsit még itt máshogy van bekötve az egész rendszer, de meg lehet szokni. Dermi egy görög gyökerekkel rendelkező kis hegyi falucska, 42 kilométerre Vlorától és Sarandától is. Az Albán Riviera egyik része. Azért a tengerpart egy kicsit távolabb helyezkedik el a falutól, nagyjából 20 perc sétára. Az időjárás azért itt egy kicsit közbeszólt a dolgoknak, és nem igazán volt lehetőségünk így magában faluban mászkálni. Ezekre az albán üdülővárosokra összességében egy nagy kaotikussága jellemző. Egyre máson jönnek ki a szállodák, a villák, a lakóparkok, de nagyon sok a félkész állapotban lévő épület, közülük jó néhány évek óta ugyanabban az állapotban állhat. Akiknek van pénzük befejezni ezeket, azok az épületek viszont nagyon gyorsan készülnek. Ott létünkkor szinte minden háznál, hotelnél még építgettek valamit, fejleszgették az utakat, az infrastruktúrát. Szóval nagyon készülnek arra, hogy rövid időn belül, akár 1-2 év múlva az egész tengerparti övezet egy hatalmas turista paradicsommá fogja kinőni magát. Véleményem szerint ez nem is kérdés. Biztos vagyok benne, hogy már jövőre sokkal, de sokkal felkapottabb lesz, mint volt most, és biztosan vetekedni fog más mediterrán országokkal.
A végére az esős idő egy kicsit rányomta a bélyeget az útra, de mindent egybevéve egy igazán különleges utazás volt ez. Kérjük, iratkozz fel a csatornánkra, és mutasd meg a videóinkat a barátaidnak is. Én Isti voltam, sziasztok!